Szentpéteri Gabriella zongoraművész tanár, akinek a mottója Beethoventől tanultam zongorázni. Szentpéteri Gabriella vagyok, az az ember, aki 4 éves kora óta azt csinálja, amit szeret, az a hobbija, az a hivatása. Zongorázom és tanítok. Olyan gyerekkorom volt, amit mindenkinek kívánok. Szegénységben, de nagy szeretetben szüleimmel. Olyan édesanyával, aki 4 éves koromban leültetett a pianinójához, hiszen ő annak idején a Budai Zeneakadémián Váci Károly növendéke volt, de nem lehetett belőle zongorista, viszont úgy gondolta, hogy ezt az utat is megnyitja az édes gyerek előtt. És én akkor elhatároztam, hogy én művész leszek és tanítani fogok. Ehhez ők megvásároltak 59-ben egy csodaszép szabadsághegyi telket, és felépítettek 4 kézzel egy családi házat, mert ki akar magának egy zongorista szomszédot. Tehát szükség volt a helyet megteremteni. Ettől kezdve én már a zeneiskolába énekzenébe jártam, természetesen B-osztályos lettem, kórusba jártam, zongorázni tanultam, Ránki Lili volt az első zongoratanárnőm, és emellett tanultam festeni, rajzolni Bakonyi Mihálynál, és 8. elkövetkezett az a nagy kérdés, hogy na vajon mi lesz belőlem, hiszen mind a 2 középiskolára felvételizni kellett. És édesanyám annyit mondott, hogy de is lehetem magad. Kijöttem szobámból, és úgy döntöttem, hogy zongorista leszek. Utána következett a Bartók konzervatórium, akkor még csak ez az egy konzervatórium létezett Budapesten, ahol Vásárhelyi Magdánál kezdtem és elvégeztem, majd zeneakadémista lettem. Becher Mihály tanár úrnál folytattam a tanulmányaimat, és akkor még egy más rendszerű képzés volt. Az 5 éves zeneakadémia elvégzése után én rögtön megkaptam a lehetőséget, hogy a tanári kar által kiválasztott művészképzőre felvételizzek. Tehát még 3 évet végeztem, fel is vettek, ezt ma úgy hívnák, hogy doktori képzés. Tehát én összesen 8 évet jártam a Zeneakadémiára, és mint zenetanár, zongoratanár, kamarazenetanár és zongoraművész végeztem. De ez alatt már Kovács Dénes 80-ban engem kinevezett tanársegédé, és a zongorametodika gyakorlati elméleti tárgyat, valamint zongorakötelezőt már tanársegédként tanítottam is. Tehát képzett jogosítvánnyal rendelkező zongora művész tanár lettem, természetesen már akkor hosszú ideje felléptem, és hogy vajon miért is lettem tanár, ennek van egy nagyon egyszerű magyarázata. Amikor 12 éves voltam, akkor a nyári szünetet azzal kezdtem, hogy leültettem 2 unokahúgomat az asztalhoz, és tanítottam őket a nyári szünetben. Szerencsém volt, hogy unokahúgaim ezt vették, ezt az adást, és hajlandóak voltak, és annyira szerettem tanulni, hogy augusztus 15-én már lementem az iskola kapuján megnézni, hogy nincs-e véletlenül kiírva, hogy évnyitó. És édesanyám mondta, nagyon közel laktunk az iskolához, hogy szeptember 1-én lesz. És egyébként is hallani fogjuk, ha a sportpályán megszólal a mikrofon próba. Én nekem augusztus 15-én már hiányzott az iskola is. A Zeneakadémián tehát zongora pedagógiát, metodikát gyakorlatban és elméletben tanítottam. Ez egyben azt jelezte, hogy alig voltam idősebb, mint saját növendékeim. És ez nagyon egyszerűen működött, bejöttek, jaj de jó nincs tanár, és ez mindaddig történt, és ha beszélgettünk szinte párhuzamosan, ahogy voltak növendékeik, megtanítottam nekik a tananyagot, szimultán tanítottam 6 tanteremben 6 órán keresztül, és mindenkihez bejártam, és ők úgy gondolták, milyen jó itt a Gabi. És fél évkor következett el ez a probléma, amikor azt mondtam, hogy na, akkor most hozzátok be az indexeket. És minek hát mondom, mert beírom a jegyet. És akkor valósult meg, hogy valóban én vagyok a tanár. Ez alatt az idő alatt természetesen végeztem a 3 éves művészképzőt is, ami egy elég kemény képzés volt, mert mindenfélekben egy szólóest, 3 szólóest anyagából a zsűri által kiválasztott szólóestet adtunk,
majd a végén egy zenekari est és egy szólóest volt a diplomám. És mindez alatt természetesen ugye ez elképzelhető, hogy napi munka mellett ez milyen igénybevételt jelentett, de az volt a szerencsém, hogy a szüleim által megépített családi házban, egy nyugodt környezetben mindenre lehetőségem volt. Édesapám ugyan építész volt, és sokszor elmondta, hogy azért választhatnál most már magadnak valami normális foglalkozást is, de végül is belátta, amikor ott ült közönségként a koncerteken, hogy milyen büszke vagyok az én lányomra. Akkor mindig az ő lánya voltam. Ha probléma volt, akkor a te lányod, mondta édesanyámnak, de azt hiszem ez sok családban előfordul. Ez a munka folyt a Zeneakadémián, lediplomáztam, és közben jött egy szerelem, és francia férjem elvitt Párizsba, és elkezdtük az önálló életet a semmiből. Mert itt volt nekem egy állásom, egy saját családi házam, egy egzisztenciám, havi fizetésem, és elindultunk a nagyvilágba, akkor még csak németül beszéltem, és valamennyit angolul, de hát ő miután ő beszélt magyarul, tehát nem volt olyan nagyon nehéz, elindultunk, ő is zongorista. Megalapított. Első tevékenységem az volt, hogy anyósommal, aki amikor reggel kinyitotta a szemét, kinyitotta a száját is, így nagyon könnyű volt megtanulni franciául, és a 2-3 hónap múlva egy vacsoránál beszélgettünk, és egy mondatot mondtam, amiből a poszon rendezni, hogy vigyázzatok, ez már mindent ért. Ez alatt az időt megtanultam a nyelvet annyira, hogy elkezdtem tanítani franciául. Olyan szerencsés volt az életem, hogy olyan növendékeim lettek, felnőttek, hogy a CBS egyik menedzsere, akkor író, tehát az a réteg, akik nem csak növendékeimmé váltak, hanem minden egyes alkalommal javítottak is. Ne így mond, így mond. És az a televízió, a rádió és az esti családi beszélgetések, amikor elmondatták velem, hogy mi is történt ma, az tulajdonképpen az alapította ki az én francia nyelvtudásomat. Egy nagyon érdekes dolog, na és ott ugye bekerültem a magyarok körzetébe. Volt egy magyar ház, 1846-ban alapították meg a célregények azt a magyar környezetet, hogy ők valahova mehessenek, és egy közösségként kiállhassanak a saját érdekeiket, és 1928-tól a Bethlen kormány által elkészült a magyar ház, aminek hosszas a története, mert előzőleg a 1800-as évek végén Zichy Mihály volt az elnök, Munkácsi Mihály az örökös elnök, tehát ők már elkezdtek téglalégyeket gyűjteni, hogy kell egy ház, mert a magyarok nem lehetnek az utcán, és összejött bárhol összejönni egy kávézóba, vagy itt és ott, és ez a magyar ház meg is épült. Ez egy csodálatos három emeletes épület, ami most más funkciót tölt be, és ebben volt egy gyönyörű koncertterem, és oda belátogattam. Csak nagyon sok férfi volt. Egyébként 37-ig csak férfi lehetett tagja ennek az egyesületnek, és úgy elhatároztam, hogy én itt még leszek valaki. És 88-ban úgy is alakult, hogy kiválasztottak. Két okból. Egyrészt, mert a magyar kultúrát képviseltem. Nagyon sok családnak, vegyes házasságban a gyerekével dolgoztam együtt. Nagyon sok magyar művészt hívtam oda ki, és az emberek azt mondták, mert ők nem voltak zenészek, azt mondták, hogy Gabi, megválasztunk elnöknek, mert te mindig azt csinálod, amit mondasz, és soha nem mondasz olyat, amit nem tudsz megtenni. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, és soha nem terveztem az életemben olyan dolgokat, ami egy álom volt, egy megvalósíthatatlan álom, hanem általában a realitás talaján álltam, ezt sokszor el is mondták nekem, hogy te nem vagy igazi művész, mert te reálisan nézed a dolgokat, és amikor elvégeztem ezt a bizonyos vezetőképzői, menedzseri diplomát, és szervező is lettem, akkor rájöttem, hogy valóban én nem csak azt az oldalát tudom a művészetnek, hogy leülök a zongorához, hanem azt is, hogy mielőtt kimegy a trió, pontosan tudom, hogy melyik széket és kottárványt hova kell tenni. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pont az életemben, hogy a Földön is tudok járni, és amikor kilépek a Rivalda fénybe, akkor pedig egész más ember leszek. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit felvilágosítást igényel, hogy mit is jelentett ez a Párizsi Magyar Ház. Ez egy épület volt, de a benne élő
1846-ban alapított párizsi kölcsönösen segélyző magyar egylet, Európa legrégebbi kultúregylete, utaltam rá, hogy Zichy Mihály és Munkács és Jókai is tevékenykedtek ott, de egy nagyon érdekes egyesülés volt. És azért is volt érdekes, mert 1988-ig női tag is kevés volt, de női elnök egyáltalán nem. Tehát én lettem az egyesület első női elnöke. Egy olyan megbecsülést kapott a nem, és én magam, hogy ez nagyon fontos volt abban az időszakban. Biztos tudja sok mindenki, hogy például a bécsi filharmonikusok milyen hosszú ideig nem vett föl női tagot, mint zenészt. Jó pár évnek el kellett tenni ahhoz, hogy oda beülhessen egy nő. Úgyhogy 1988-tól tovább folytattam persze az én kultúrmunkámat, és koncerteket szerveztem, koncerteken játszottam, ünnepségeket szerveztem. Nagyon fontos ünnepség volt, ami nagyon sokan nem tudnak, hogy Rákóczi Ferenc 1700 mielőtt Rodostóba ment, kint élt Párizsban, és megmondván a napkirály fényüzését, kiment a kamargyuri szerzetesekhez, és ott élt az úgynevezett Grosbois-i kastélyban, mert nyugalmat és megtérést szeretett volna. Ennek emlékére 1937-ben felállítottak egy kopjafa alakú Rákóczi szobrot, ez Jelváros ma, és ebben a városban minden évben, szeptemberben Rákóczi ünnepséget tartottunk, megtisztelve a hőst, és megtisztelve a várost, ami egy nagyon nagy jelentőségi ünnep volt, hiszen ott volt a nagykövet, ott akkor én voltam a városban a főnök, mert a katonaság, a rendőrség és mindenki nekem parancsolhattam. A polgármester jelenlétében országgyűlési képviselők vettek részt, beszédek hangzottak el, és fantasztikus koszorúzások, úgyhogy nem csak a kultúrát ilyen szinten, hanem a történelmet is ugyanúgy ápoltuk Párizsban egészen mindaddig, és sőt a mai napig ez tart. Én 2000-ben fejeztem be az elnökségemet ott. Ezek alatt a gyönyörű párizsi évek alatt természetesen sokat voltam itthon, mert azt elfelejtettük elmondani, hogy 89-ben megalapítottam a Magyar Zongorás Triót két olyan kollégámmal, akik szintén a Zeneakadémián végeztek, művészképzőt, Modrián József és Rádi Ildikó, akkor még az Állami Hangverseny Zenekar, majd Rádiózenekar tagjai voltak, és ezzel a trióval mi elkezdtünk működni, mindek közben Franciaországban is turnéztunk. És ami ehhez még nagyon fontos, hogy minden évben egy-egy hónapra velünk voltak szüleim is. Mert én úgy gondoltam, hogy én nem tudom azt a családi köteléket, amit én kaptam, és amit én megtartottam elválasztani, és nagyon sokat voltam itthon, úgyhogy édesanyám mondta is, hogy többet jársz haza, mint a Dunakeszin laknál. Így ez a családi kapcsolat megmaradt, és ennek a következménye az, hogy 2000-ben, amikor megtudtam, hogy egy gyógyíthatatlan betegséget kapott édesanyám, gondolkodás nélkül hazaköltöztem ápolni. Azt hiszem, hogy kevés olyan ember van, aki ennyit kapott a szüleitől, mint én. És ezt érzi is, és tudja is. És azt is tudom, hogy az emberek azt mondják, hogy soha nem attól kapod vissza, akinek ott áll. De én úgy gondoltam, hogy én az leszek, aki annak adja vissza, akitől kapta. Így hazaköltöztem. Hát egy 12 év ápolás volt az én életem sorsa, mert utána következett, ugye édesanyám sajnos elment, ugye édesapám is elment, és sajnos ezek a halálos betegségek semmiféle reményt nem hagytak élni, ugyan én utolsó napig reményben éltem, és akkor elkövetkezett az a probléma, hogy vajon hogyan tovább, mert karrier, állás, pénz, minden ott van. Úgy gondoltam, hogy olyan nevelést kaptam, hogy a jéghátán is megélek, és újra kezdtem. Mi is az a siker? Hát az első számomra az például, hogy mikor én elvesztek valakit, akkor én sírok. És amikor emlékére eljátszom egy művet, akkor a közönség sír. Mert hiszen egy művésznek arra van szüksége, hogy minden olyat megérjen, ami az életben megélhető, a nagyon rosszat is. És az, hogy ha az a közönség úgy ül ott csöndben,
hogy ezt az érzést átveszi, akkor én ezt átadtam, és ekkor kapom vissza azt a sikert, az ő általuk a lelkükből közvetített töltődést. És ezért nagyon fontos nekem a színpad. Még folytatván a sikerhez vezető utat, elmondanám, hogy ugye már mondtam, hogy általában engem kiválasztottak valamilyen pozícióra, és ezért ért rendkívül váratlanul 96-ban az a kitüntetés, amire a konzulátus terjesztett föl, és észrevették azt, hogy egy Párizsban élő magyar ember, nem itthon, és nem nem kulcsolva és kilincselve bemenni, hogy én szeretném ezt vagy azt, az az ember kapott egy olyan kitüntetést, ami engem szinte fejbe vágott. Akkor úgy hívták, hogy a Magyar Köztársaság kis érdemrendjének a kis keresztje. Ez egy nagyon nagy kitüntetés, mert mint hallottam, ez Magyarországon az egyik legmagasabb kitüntetés, amit mondtunk most, hogy Magyarország érdemrend. És én úgy éreztem, hogy ezt a 150 éves egyesület kapja, de én meg a vezetőtet valakinek át kell venni. Ezt így éltem meg. 2001-ben ugyanebből az okból szintén észrevették, hogy mit csinálok Párizsban, megkaptam a Magyar Kulturalovagja kitüntetést is. Ezek nagyon érdekes dolgok voltak, olyan számomra meglepőek, mert én adni jobban szeretek, mint kapni. De valahol ezt is sikernek kell elkönyvelnem, például azért, mert ha ezt bárkinek elmondom, az rögtön irigy lesz. Tehát valószínűleg ez egy siker. Számomra ez egy olyan dolog, hogy jól esett, hogy észrevettek, hogy külföldön dolgozom, hogy mit teszek a magyarokért. Ez számomra ugyanolyan siker volt, de most beszéljünk a valódi sikerekről. Például, amikor a felnőtt növendékeim bemutatóját tartom. Ez egy körülbelül 2012-es esemény, és oda jön hozzám egy orvosnő. És azt mondja, hogy Gabi, olyan csodálatos ez a te bemutató, te vagy a fatörzs, itt az ágaid hajladoznak. Hogy tudnék én is a te ágad lenni? Szeretnék bekerülni ebbe a körbe. Ezt nevezem én valódi sikernek. Ezeket az apróságokat, vagy amikor egy édesanyja odajön és azt mondja, hogy képzeld el, a gyerek veszekedett a testvérével, és úgy fejezte be veszekedést. Tudod mit? Én inkább fölmegyek zongorát gyakorolni. Ezeket a hétköznapi dolgokat nevezem én sikernek, mert ez jelenti azt, hogy én valahol nyomot hagyok. Felnőttekben, gyermekekben, tehát én most azért elmondanám, hogy én 4 éves kortól, jelenleg 85 éves korig tanítok különböző korosztályokat. A siker, tehát ott tartunk most, hogy szakma. 2007-ben többek között részt vettünk a Zempléni Fesztiválon, a trióval. Akkor már Szecsődi Ferenc hegedű művész volt a hegedűsünk. És ott fogalmazódott meg bennem egy nagyon érdekes gondolat, Marina János írt tőlünk egy nagyon jó kritikát, és ezt a mondatot szeretném, ha megengedik, felolvasni, mert ezt nem tudom másképp idézni. A mű Beethoven műről volt szó. Ám eközben mégis a zongorista maradt egyenlő közt az első, aki olyan kisugárzással és elsöprő erejjel partnereinek mégis minden labdát feladva játszott és irányított, mintha maga az ifjú Beethoven ült volna a billentyűk előtt. Igen, Szentpéteri Gabriela nem ellágyulásra és önmaga alárendelésére kész női zongorista, idézőjelben, hanem minden mérce szerint nagyszerű muzsikus és kitűnő irányító. És ekkor következett az a gondolat, belegondoltam, Beethoven ott ült a zongoránál, mindig is emlékeztünk, egy exaltált őrült, művei is olyanok. Mi közöm nekem hozzá? És elgondolkodtam azon, hogy hát tudom. Tanárom Becker Mihály, tanára Böszörményi Nagy Béra, Doknány Jernő, Tomán István, Liszt, Cserny és Beethoven. És mikor tanul az ember a legtöbbet? Ha a tanárát hallgatja, mert erre nincs könyv, csak a tanár. Hát akkor valóban én Beethoventől. Ki tudja, hogy ezen a sok-sok átlépen keresztül mi jutott el hozzám, és milyen érdekes, hogy az én tanárom Becher Mihály Liszt versenyt nyert, és az egyik legjobb Beethoven művek tolmácsolója volt. Doknány Jernő szintén. Kéri
vagy Böszörményi Nagy Béla. Liszt és Beethoven műveivel érte el a legnagyobb sikerét a koncerteken. És akkor elhatároztam, hogy milyen érdekes dolog lenne az, ha majd egyszer lesz időm, hogy visszavezetném ezt a tanári részét a zeneszerzőkre és tanárokra, és eljutnék a könyv végén oda, hogy és itt vagyok én, új oldal, ide fognak következni azok a növendékek, akik tőlem ezt tovább megkapták. Azt hiszem, hogy ha erre lesz időm, akkor erre érdemes időt fordítani. És most itt vagyunk a jelenben, ez nagyon sok év munkájának az eredménye. Nem szégyellem, 45 éve dolgozom tanítok, és 81-hez képest ezek szerint 32 éve vagyok színpadon. Ez azt hiszem, hogy elég tetemes idő arra, hogy az ember el tudja dönteni, hogy mit tett. Én az az optimista típus vagyok, aki csak a szépre emlékezik, és miután nem az emlékeimből élek, hanem terveim vannak még nagyon sok időre, ezért a következő a jelenlegi nagyon mélyre szántó tervem. 70 éven felüli növendékeimnél elhatároztam, sőt már inkább a 60 fölött is, hogy olyan jellegű terápiás órákat fogok tartani, amiről már 90 óta cikkeznek az amerikai és francia újságok is, hogy miért fontos az agy karbantartása miatt zongorázni. Nem zenével foglalkozni, hanem zongorázni, mert van 10 ujjunk, van 4 végtagunk, vannak érzékszerveink, és a zongorázás során ezt mind bekapcsoljuk egy központi irányítással. És ez az, ami a, nem a keresztrejtvény csak, hanem ez az a bizonyos munka, ami a kérges testet, ami a corpus callosumot megerősíti, és ez az a munka, ami a frissen tartó és agymegőrző tevékenység, és ez az a úgynevezett terápiás munka, amit én most a legidősebb növendéken mondtam, 85 éves, megpróbálok elérni. És ha azt mondják, hogy semmi nem változott az életükben, az nagyon jó, mert az azt jelenti, hogy nem romlott az agyuk. És ezt szeretném most, ezt a terápiás munkát kiszélesíteni, és olyan gyakorlatokat, olyan két agyféltek és kétkezes gyakorlatokat tervezek be minden zongora órán, amik mindenkinek nehezek, de úgy érzem, hogy ezek az emberek, akik nálam tanulnak, ezeknek megtartom azt, hogy ne legyen demencia, ne legyen Alzheimer-kor, hanem, ahogy mondta régen az egyik ismerősöm, legyen a zongorázás öröme mindenkié.